A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. 15 esztendős a Pázmándi Nosztalgia Jármű Egyesület, és ezért, és nem csak ezért, immáron 15. alkalommal rendezik meg szombaton azt a találkozójukat, ami azt hiszem, hogy minden autóbarát, nosztalgia jármű tulajdonos számára nagyon-nagyon fontos és igazi élmény. Ezúttal Szent Kristóf túra a neve, vendégem pedig az Egyesület elnöke Kerkuska Csaba. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Nos, ez egy rendhagyó találkozó lesz, és hogy miért is, erről fogunk beszélgetni, de egy kicsit térjünk vissza a múltba, hiszen az, hogyha valaki elkezdi gyűjteni a nosztalgia járműveket, én azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon fontos pillanat. Egyszer úgy fogalmaztál, hogy nem a dörmögő dömötöröket gyűjtötted annak idején, hanem az automotoros szaklapokat. Így van, látom, készültél, igen, ez így volt régebben. Tehát már kicsi gyerekkoromban sem a dörmögő dömötör érdekelt, hanem még az automotor és ezek a technikai jellegű újságok. És ezek 18-20 éves különben kicsit alább hagyott, és akkor, amikor megnősültem, utána lőtt egy ilyen löket, hogy motoroztunk a feleségemmel, és egy motorozás alkalmával láttam egy Skoda Felíciát, azt se tudtam abban az időben, hogy ilyen autó létezett, és megkerestem tulajdonosát, hogy honnét van ez a jármű, és mondja, hogy ezt úgy vásárolta, és a feleségem úgy döntöttünk akkor, hogy nekünk egy ilyen autó kell. És megvásároltunk. És vásároltunk egyet, igen. Igen. És az egész őrület. Tehát ez volt a kezdet. Így van. De aztán elindult egy, ebből a kezdetből, mert ez lehet, hogy csak egy akció, de ebből egy folyamat lett. Igen, mert ugye, mint a jármű tulajdonos, mi is szeretjük ezeket a járműveket megmutatni. Néhány találkozóra elmentünk a feleségemmel, a családdal, a gyerekekkel, két lányommal, és olyan helyekkel jártunk az országban, hogy addig nem, tehát voltunk Egerbe, több Győrbe, több ilyen veterajármű találkozni, és akkor úgy döntöttünk, hogy mi lenne, ha mi is csinálnánk egy hasonló jellegű találkozó túrát, illetve egy egyesületet, és a Velencei tó környékén is sok szép látnivaló érdekesség van, amit meg tudnánk ezen belül mutatni a túrára érkező jármű tulajdonosoknak és az érdeklődőknek egyaránt. Mi a titka a veterán jármű tulajdonosoknak? Hiszen kellően elvarázsoltak, rendben van, mélységesen tiszteletben tartják azt a műszaki fejlesztési vonalat, ami az akkori időket képviselte, és ráadásul mindent megtesznek azért, hogy ezt birtokolhassák is. Én úgy gondolom, ez az összetartás, ami egy kapocs tartja ezeket az embereket össze. Tehát ha bárkinek bármilyen problémája van az autóval, akkor elsődlegesen mindig a belső berkekben keressük a megoldási lehetőségeket, akár szerelés, festés, bármilyen karosszéri munka, és ha nem sikerül, akkor nyitunk kifelé. Tehát egy nagyon zárt közösség, és ha bárkinek bármilyen problémája van, egy nagyon összetartó baráti társaság, úgy jellemezni. És ez egy folyamat. Ugye te annak idején úgy fogalmaztál, hogy ez a Felícia mindig meg lesz, megvan? Így van, meg. És utána elkezdted fejleszteni a saját gépjármű parkodat, tehát ez nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon fontos szakmai kérdés is. Mennyire szakmai kérdés, hogy milyen autót vásárol, fedez fel egy veterán autós? Ez a veterán berkekben az a mondás jár, hogy egy járműben minél kevesebbet gyártottak, illetve minél rövidebb ideig gyártották, annál értékesebb maga a jármű, mert azért legyünk őszinték, ez a jármű gyűjtés és hobbi szenvedély, egy nagyon drága szenvedély, viszont azt mondom, hogy van egy olyan kategória, ami már valamilyen szinten befektetés is, tehát mondjuk egy Mercedes, SL Mercedes, az már az a kategória, az már az keményen befektetés, azok már milliós, sőt, több százmilliós jármű is lehet. Ennek tükrében hogy állt akkoriban, amikor te ezt elkezdted, a magyar veterán szakág? Hiszen azt tudjuk, hogy ez akkor is különleges volt. Igen, úgy gondolom, a pár 20-16 évvel ezelőtt, amikor az egészet nálam megindult, hogy akkor az önében inkább szociális járműveket kezdték el visszaforgatni, illetve felújítgatni, mert ugye a külföldi nyugati autók azok nagyon sokáig elérhetetlenek voltak, és inkább szocialista autók kerültek felújításra, és ezekbe a veterános berkekbe, és csak később kezdtek el nyitni a nyugati járművek felé. Hogy néz ki most az árérték arány, illetve hogy nézett ki akkor? Hát akkor ugye ezeknek, beszélünk mondjuk egy Trabantról vagy egy Warburgról, ezeknek nagyon nem volt értékük, sok veterán is inkább ezért ehhez is jutott hozzá, mert olcsó volt a beszerzés és az alkatrész is. Ezek a járművek most viszont annyira elszaladt az áruk, olyan kultusz lett belőlük mondjuk Németországban vagy nyugati országokban, hogy iszonyatos mértékben elszabadultak az árak. Tehát nem ritka, hogy egy Trabantért másfél-két millió forintot elkének fellelt állapotában. Tehát egy 500-as Trabant, így az van. Most már kincs. Millió alatt már nincs is.
No, és hát ugye 15 év elérkeztünk oda, honnét jött a gondolat, hogy egy egyesületet alapíts? Már megvoltak azok a barátok, és tulajdonképpen egy csapat, hogy aztán ebből egy egyesület legyen? Tehát ugye nekem is, amikor a Feliciát megvásároltuk, akkor kellett egy-két veterános kollega alkatrészügyileg, és ugye leültünk, beszélgettünk, és többször elhangzott ez a tény, hogy milyen jó lenne, nekünk is lenne valami hasonló kis csapat, amivel tudnánk járni az országot, együttesen egyszerre tudnánk menni több járművel, és akkor merült fel a kérdés, hogy lenne egy nosztalgi jármű egyesület. Akkor már volt Székesfehérváron az Alba Reggeli együttes, de úgy gondoltuk, hogy ekkor a területen két egyesület kényelmesen elfér, és akkor alapítottuk meg a Pázmány nosztalgi jármű egyesületet. Ugye 13-an voltatok, igen, akkoriban. Már akkor sem voltunk babonások. Honnét érkeztek Pázmány központtal az akkori csapat? Hát az akkori csapatban ugye néha órás mesterünk Kovács Jenő volt az egyik ösztönző, aki azt mondta, hogy ő nagyon szívesen beszáll be az egyesületbe, ha csináljuk. Jenő volt Székesfehérvárról, aztán Etyekről, Budapestről, az ország szinte minden részről, Tolnából. Ugye Jenő már sajnos nem lehet köztünk, azért föntről figyel benneteket, bizonyos vagyok benne. Illetve hát úgy tudom, a Filácsik család azért viszi tovább a veteránozást. Mi a folyamatos fejlődés záloga így esztendőről esztendőre? Hiszen azért az nagyon-nagyon fontos, hogy régebben nyilván a korosztályok is meghatározták ezt a gyűjtőszenvedélyt, tehát az idősebbek voltak. Ma meg már teljesen vegyes a kép, gondolom én. Hát én úgy gondolom, hogy a fiatalok is egyre jobban átlátják azt, hogy a régi technikát, ezt meg kell őrizni, tehát ez tulajdonképpen ez is egy értékmegőrzés, egy hagyományőrzés, ha úgy veszük, mert ezért egyre több fiatal van, aki látom rajtuk, hogy nem biztos, hogy drága autó, de kezdenek egy 126-os kisposzki vagy egy ladával, és szép lassan, fokozatosan áll össze a pénz, mindig értékesebb és drágább autók irányába tendálnak. Amikor te elkezdted, ugye Feliciával kezdted, aztán folyamatosan nőtt nyilvánvaló. A különlegességeket hogy lehet felfedezni? Tehát vannak most már olyan szaklapok, ahol, illetve tehát nyilván vannak olyan csoportok és egyesületek, akik ezt közzéteszik. Hát ugye mai világban már az internet segítségével bárhol, bármit, bármikor fel lehet fedezni, és világ bármely részről tud az ember járművet, illetve alkatrészeket vásárolni az internet segítségével. Úgy gondolom, ez egy óriási segítség a veteráni jármű tulajdonosoknak minden téren. Tehát ez... Van-e jövőképe a veterán autógyűjtésnek? Hiszen azt tudjuk, hogy ti léteztek, működtök, egyre többen vagytok, és hát nyilván azok a találkozók, amelyeket mindez idáig megszerveztél, és ezt bizonyították, de nő-e a látogatottság, hogy jobban figyelnek ebben a felgyorsult 21. századi világban, hogy igenis ez mennyire fontos történet? Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen igaz, mert egyre több a körünkben a veterán jármű között a fiatalság, és egyre jobban látom azt, hogy érdekli őket, és ha nem is biztos, hogy Zsigulival kezdik, de már ugye most már egy Volkswagen Golf is belért abban az időszakban, hogy elmúlt 30 éves és veterán autó, tehát egyre jobban kezdik a fiatalok ezeket a járműveket összevásárolni, és képességek, tehát lehetőség szerint. Az sokat változtatott a gyűjtőszenvedélyen, hogy kinyílt a világ, mert ugye először Trabant, Moszkvics, Zsiguli és így tovább, aztán jöttek azok a külföldi járművek, tehát elérhetővé váltak, amelyek a nyugati autópiacon is megjelentek egykoron. Úgy gondolom, mindenképpen nagy segítség volt ez, hogy megnyílt egy kicsit a világ, és az internet a mai világban óriási segítség ebben, és rengeteg Facebookos csoport oldal van, ahol ezeket el lehet érni. És az árértékarány ebben az értelemben mennyit változott? Hát nőnek, ahogy a gépjárművek értéke is változott, tehát az alkatrészek ár is emelkedő tendenciát mutat, a beépített alkatrészek után a járművek értéke is nő. Igen. Volt egy retro kiállításod, ugyebár. Beszéljünk egy kicsit erről, mert ez egy különlegesség volt mindenképpen. Hát nekem tervem lenne egy olyan is, ha esetleg kapnánk való Fejér megye területén olyan helyszínt, azóta már csináltunk még egy retrót, egy kisebbet, az egyik találkozó alkalmával. Egy olyan retro kiállítást összehozni valahol, ami állandó kiállítás lenne, és bármikor megtekinthető lenne, mert rengeteg olyan, nem csak gépjármű, hanem használati tárgyak, eszközök vannak, amik mondjuk 20-30-50 évvel ezelőtt voltak használatban, és kikoptak, eldobták őket, mert mint használati tárgyak kikerültek az emberekkel. Igen, ez is nagyon fontos, tehát hogy nem csak autókat gyűjtötök, hanem egy csomó mindent, tehát itt vannak kerékpárok, motorok, híradástechnikai eszközök. Ez is tudatos volt? Igen. Mert hogy ugye ez úgy van, hogyha elmegy meglátogatni valakit,
vagy illetve most már azért 15 esztendő után közismert a neved, a nevetek, akkor nyilván megmutatják azt, hogy még itt van régen az akárhol a fészerben valami, amit már... De az igazság, hogyha csak arra gondolunk, hogy egy öreg autónak a kalaptartója nem csak a bologató kutya van ott, hanem sokszor ott van egy régi MK25-ös vagy 27-es kazettás magnum, akkor abban az irányba tartunk, hogy ezeket összeszedik, és nekem is van otthon például egy régi úgymond hifi torony, most hirtelen nem ugrik be a neve, lemezjátszó rádió, 70 éves és működőképes. Na, tehát ez egy csoda. Tehát ennek is van jövője, ennek a történetnek. Úgy gondolom, így igen. Együtt. No, egy kicsit beszéljünk a jubileumi túráról, a 10 évesről, hiszen azért az nagyon sok embert megmozgatott, és nagyon sokan emlékeznek rá. Én azt hiszem, hogy az nagyon-nagyon fontos volt, hogy itt a megyében is lássák, hogy igen, tehát van egy olyan csapat, a te csapatod, akik foglalkoznak a múltal ilyen szinten, és hát azért rá lehet csodálkozni ezekre a csodákra. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen ezek a járművek olyan eszközök vagy olyan tárgyak, hogy mindenképpen egy kis nosztalgiát ébresztenek fel, tehát vagy a papának volt ilyen, vagy a nagypapának volt ilyen, és ebből kifolyólag ugye ezeket megőrzik, vagy féltik. És... Jó. Van olyan terv, hogy ezeket a túrákat folytassátok, hiszen azért régen volt Bakonytúra, Pilis, Vértes túra és így tovább, de azt hiszem, hogy a megyében ez nagyon-nagyon nagy érdeklődésre tarthatna számot. Hát igen, hogy említetted, ez már a 15. és elég nehéz most már évente mindig valami újdonságot kitalálni, és ezért nehéz az, hogy tehát a Velencei tavot már nagyon sokszor körbejártuk, ezért volt a Bakonytúra, tehát szeretnénk mindig megye minden részére eljutni, jövőre terveznék egy olyat a megye déli részére, tehát Dég és környéke, egy újabb kastélytúra, bár már ilyenünk is volt kastélytúra, tehát ezért a résztvevők ötleteket is várunk, hogy... Igen, hogy milyen jellegű a csapatban legyen. Van rá igény egyébként. Van, igen. Hogy tartjátok a napi kapcsolatot? Ez napi kapcsolat? Vagy van, saját Facebook, van saját Facebook csoportunk is, illetve e-mailen. Tehát rendszeresen telefonálunk is, úgyhogy. És ugye azt már kérdeztem, de hogy jönnek az új tagok? Tehát az nyilván fönt van a Facebookon, stb. Lehet jelentkezni, de mi az alapvetés, hogyha valaki jelentkezik? Mivel kell rendelkezni? Egy ilyen hasonló jellegű műsor is, ha megjelenik bárhol, ugye elkezdenek érdeklődni, hogy hol is van az a Pázmány Noszog Jármegyesület, kik vannak benne, milyen egyesület, milyen túrákat szervezünk, és akkor jelentkezik folyamatosan az emberek rá. Tehát ez is egy nagyon jó, illetve hát megint csak azt mondom, az internet és a Facebook világában ez óriási segítség, hogy ezeken a közösség oldalakon megjelenünk rendszeresen fotókkal, videókkal, és látnak bennünket az emberek. No, mindjárt megérkezünk a Szent Kristóf túrához, de azért kell, hogy a hétköznapokról is szó essél, egy betegséggel küszködtél, ugyanakkor továbbra is megy most már a falusi turizmus, hiszen én azt hiszem, hogy soha nem volt nagyobb szükség erre, azért ezt tapasztaljuk itt Fejér megyében, hogy gyönyörű helyeken lehet eltölteni a szabadidőt, és ti kiemelten is foglalkoztok ezzel. Igen, hát ez nagyjából hasonló az időben kezdődött, amikor veteránozásra megfertőződtem, tehát a régi szülői családi házat mi a szülők halál után nem adtuk el, nem került értékesítésre, nem úgy döntött a család, hogy csináljunk belőle vendégházat. Ez 2008-ban történt, és akkor 9 évig egyedüli vendéglátó voltam a településen Pázmándon, most jelen pillanatban 16 vagy 17 vendégház van, aki folyamatosan vendégeket fogad. Ugyanez volt a veterinárművekkel, és nekem volt az első öreg autóm a faluban, és most csak a faluban jól számoltam 6-8 muzeális minősített, tehát OTR rendszámos autó van. 2000-es lelkes település. Tehát elmondják azt, hogy egy bolond. De ez, igen, század de ez megerősítést jelent nyilván, meg a családnak is. Így van. Mint hogy az is, hogy az idén egy egészen kivételes program. Tehát a Szent Kristóf túra önmagában ez a jelzőszerkezet, ez a névválasztás is meghatározza, hogy mi minden történik. Ki volt az ötletgazda? Igazándiból meg kell említeni Récsei Norbert atyát, aki káponásnék és Velence plébánosa. Ugyanállunk a régi hagyomány már szinte a kezdetek óta, hogy minden túra a kezdés alkalmával a plébános atya ezeket a járműveket induláskor megállja, meg úgymond megszenteli a járműveket és a résztvevőket is. Hát lekopogom, hogy azóta soha nem volt műszaki hibás jármű, sőt, még az időjárásnál is szoktunk az atyának szólni, hogy most intézkedjen, hogy jól legyen az időjárás, és az atya ötlete volt tulajdonképpen, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyen egyházi jellegű túrát. Már régebb óta emlegette ezt, csak ugye mindig voltak tervek, és tavaly úgy döntöttünk, hogy fogadjuk meg az atya javaslatát, és óriási segítség volt ebben Norbert atyának a kapcsolatrendszere. Ugye ő tiszteletbeli tag. Így van, igen. Azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos kérdés. És mit szól ilyenkor a falu, tehát a település? Én azt hiszem, hogy büszkék erre. Már megszokták ezt, hogy úgymond ennyi néhai bolond ember van a faluban. Tehát először az öreg vasakat, motorokat, járműveket, és akkor
vonulunk. Sőt, ugye többször emlékeztek le voltam is, hogy én általában kérem, és lehetőség szerint ragaszolom hozzá, hogy akinek öreg autója van, próbálják kicsit autóba, korba hozzáöltözni a járműhez, ez még egy lökést adnak az egésznek. Igen, tehát, amikor... hát az úgy néz ki jól mindenképpen. Egyházmegyei Múzeum, illetve a Bozsajki Mária kegyhe is kapcsolódik az idei találkozóhoz, a szombatihoz. Hogy sikerült ezt elérni, hiszen ez egy ilyen értelemben is különleges pillanat. Hát igen, megint Récsen Norbert atya nevét kell, hogy említsem. Tehát az atya révén kapcsolatére jutottam el Székesfehérvárra, tehát mindenképpen az Egyházmegyei Múzeum, illetve a Püspöki Palota volt az egyik cél. De lényegesen könnyebb volt itt bejutni az atya segítséggel, atya közbenjárásával, és így kerültem kapcsolatba az Egyházmegyei Múzeum igazgatójával, vezetőjével, Smohai András úrral, és tényleg azt lehet mondani, hogy ritka az, amikor ilyen támogatást kapunk egy ilyen rendezvényhez, mint amit András és a csapata nyújt ehhez az egészet. Igen, és ráadásul Püspök atya és Pányi Antal megyes püspök is támogatja ezt a történetet. Van, és mindenki fog kapni egy emléklapot az agyától, egy dedikált emléklapot. Mi lesz a program ezen a találkozón? Hát most szombaton 13-án reggel 7:30-9 óráig várjuk az érkezőket. Stílszerűen kápolnásnyéken a katolikus templom kertjében, illetve előterében. Ott lesz egy fogadás, illetve egy regisztráció, a résztvevő köszöntése, és olyan 9:45 magasságában szeretnénk elindulni Székesfehérvárra. Hozzátenném, hogy ez egybeesik az EFOT napjával, tehát szombaton lesz az EFOT-nak a főnapja, és igen, ezért is döntöttünk úgy, hogy nem csillagtúrát szerzünk, hanem egybe fogunk vonulni, tehát itt gyorsabban és egyszerűen átunk vonulni a tópart környékén. Nagyjából olyan 10 óra környékén fogunk Székesfehérvárra érni. És mivel nem sikerült az önkormányzaton megegyezni, így most a pláza tetején fognak ezek a járművek parkolni, tehát a járműveket a pláza tetején fogják az érdeklődők tudni megtekinteni. És a pláza tetején rácsétálnak az Egyházmegyei Múzeumban, Püspöki Palotában, tesznek a kiállítások és a tárlatvezetések, illetve az ebéd is, mert olyan ajánlatot kaptunk a Andrástól, hogy ezt kell lehet volna kiadni. Tehát abban a millióban, abban a környezetben egy ilyen étkezés, az azt hiszem, hogy nem mindennapi történet. És innét indulunk tovább olyan 1:30-2 magasságában Bodajkra, a Mária kegyhelyre, mert megint Récsen Norbert atyának az ötlete volt, bár pár éve már érintettük Bodajkot, de ugye annyi minden látni valóban Bodajkon és Fehérvár csúrkon is, hogy nem, egyszerűen nem fér bele egy napban minden. Világos. Akkor Bodajkot érintettük, ugyan, de az egyház, tehát ezt a Mária kegyhelyet nem tudtuk megtekinteni, ez kimaradt, akkor úgy döntöttük, hogy most ezt megnézzük, és a kegyhely megtekintése után itt lesz a rendezvénynek a záró akkorja is. Mennyien jelentkeztek mindez idáig? Hát egy kicsit most kevesebb a résztvevők jelentkezés aránya, mint érkező előtt volt. Tehát ugye nekünk minden évben van egy olyan 50 jármű, többet nem nagyon engedünk, tehát 50 jármű és 100-120 fő az, ami még úgymond kezelhető. Közlekedésileg is parkolásilag, meg ugye 120 embert azért leültetni, megebédeltetni, megreggeltetni sem egyszerű dolog. Most olyan 41 nehány járműnél tartunk, de úgy gondolom, hogy ez elég is erre a túrára. Vannak már olyan jelentkezők, amelyek különlegességet hoznak? Tehát ti itt lesztek, azt tudjuk, a te járműveid hát minden évben, bocsánat, minden évben akad olyan jármű, most Budapest lesz egy öreg japán kis busz, tehát ő 33 éves, de a gazda ő döntött, hogy nagyon szívesen elhozza és megmutatja. Tehát most már egy Toyota is odaért, egy Toyota kis busz, hogy veterán minősítéssel is rendelkezhet akár. Tehát akkor szombaton találkozunk mindenképpen. Milyen jövőképe van egyébként a nosztalgia járműgyűjtésnek? Miként látod? Hát én úgy látom, hogy elég sok az érdeklődő fiatal is van, egy fiatal ember, majd fogtok vele találkozni, és szinte nem úgy kibán neve, de ő szerintem 5-6 éve az édesanyjával rendszeresen mindig eljön, illetve a barátjával, és mindig valamelyik veterán járműbe bekéreckednek, illetve el szoktuk intézni, hogy valamelyik járműbe végig tudják a túrát autózni. Én úgy gondolom, hogy az utánpótlás ez a fiatalok révén adott lesz, tehát nem lesz ilyen probléma. Ti pedig itt vagytok. Mi meg, ami a háttérben, amiben tudunk, segítünk. Jó, akkor miként invitáljuk meg mindazokat, akik még nem döntöttek, hogy szombaton mihez kezdjenek? Hát várunk mindenkit sok szeretettel a helyszíneken, Kápolnásnyéken, Székesfehérváron, a pláza tetején, illetve Bodajkon, az egyház, Mária kegyhely két oldalán fognak a járművek parkolni, ott fogják tudni őket megtekinteni. No, hát Csaba, én köszönöm szépen, örülök, hogy ezt elmondtad, annál is inkább, mert hogy azért Székesfehérvár így is egy olyan programmal gazdagodik általatok, ami azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon fontos. Köszönöm szépen. Én pedig köszönöm a lehetőséget. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, és kérem ne feledjék, hogy szombaton veterán autó találkozó a Pázmáni Nosztalgia Jármű Egyesület szervezésében itt Székesfehérváron is. Tartsanak velünk, hiszen azt hiszem, hogy egy csodát láthatnak ismét. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!
műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.